Sziasztok! Folytatódjon a házi készítésű nappali menetfény videó a második résszel, amivel megmutatom, hogyan szerelhetitek fel a saját készítésű nappali menetfényeteket az autóra. Az egyiket már felraktam, a másikat pedig meg fogom nektek mutatni most, hogy hogyan, illetve nyilván az elektronikai bekötését és minden mást a motortérben, úgyhogy ezért is van nyitva a motorháztető. De még mielőtt elkezdjük, néhány szabály. 1. Ahogy az előző videóban is hallhattatok, ezeket közúti forgalomban lévő járműre nem szabad felszerelni. Erről ennyit. A többi szabály pedig úgy néz ki, ami igazából a működésre, bekötésre és elhelyezésre vonatkozik, méghozzá kezdjük az elhelyezkedéssel. A nappali menetfénynek beszélhetünk igazából átvilágított felület, de mivel nekünk az egész világít, így gyakorlatilag beszélünk az egészről. A külső széle nem lehet közelebb az autó széléhez 40 centinél, illetve a talajtól 25 centinél magasabban, de másfél méternél alacsonyabban kell lennie. Illetve a két nappali menetfény között 60 centinek kell meglennie. A világítással kapcsolatban vagy működtetéssel kapcsolatban is szabály pedig úgy néz ki pillanatnyilag, hogy a nappali menetfény csak önmagában világíthat, rajta azon kívül semmi más nem világíthat az autón. Régen, amikor Magyarországra bejöttek a nappali menetfények és engedélyezték őket az autókon, akkor még máshogy volt, akkor úgy volt a szabály, hogy a helyzetjelzővel együtt kell világítani, elől is és hátul is, illetve rendszámvilágítás, vagy szélesség vagy oldaljelzőkkel együtt kell világítania, de ez egy későbbi szabálymódosításban megváltozott, és úgy szól, hogy se a hátsó helyzetjelző, se a rendszámtábla világítás, se szélesség, se oldaljelzők nem világíthatnak, se tompított fény, se ködlámpa, se távolsági fény, kivéve fényjelzés adásakor nem világíthat a nappali menetfénnyel együtt. Viszont a régi bekötés szerintieket nem kell átalakítani, tehát akinek a legelső bekötéssel van bekötve, tehát helyzetjelzővel együtt világít, ő nekik maradhat ugyanúgy. Amúgy a beszereléshez egy kis könnyítést tudok mutatni. Ha raktuk egy kis kétoldalú ragasztót a LED profil tetejére, vagy alumínium profil tetejére, akkor azzal ideiglenesen fel tudjátok ragasztani a lökhárítóra, vagy ahol szeretnétek szerelni, addig, amíg ebbe a két furtjukba be nem csavarozzátok a csavarokat, be a lökhárítóba gyakorlatilag, ami fixen megfogja, és nem is fog tőle leesni, az biztos, mert a kétoldalú ragasztót tudni nem fogja olyan erősen megfogni, hogy itt maradjon önmagában. Én ezt most úgy csinálom, hogy itt ezen a viszintes részen van hátul egy perem, ezt a felét teljesen hátra nyomom a peremig, és így fel rögzítem, és az elejét pedig még tudom mozgatni, vagy a másik felét tudom mozgatni, és megpróbálom nagyjából egyenesre belőni, hogy ne is lógjon ki a lökhárítóból, de ne is világítson oldalra, mivel itt már van egy kis íva a lökhárítónak. Amúgy ezzel a lyukait ne foglalkozzatok, egy későbbi videó témája lesz ez is. Azt már most megígéretem, kicsit spoilerezek legalább. És most, hogy fel van nagyjából ragasztva, ilyen kis, kisméretű mini, mondhatjuk Reiser csavarral vagy facsavarral, véglegesen felrögzítem a lökhárítóra. És történetünk mostantól, itt a már jól ismert motortérben folytatódik, ahol is mind a két nappali menetfénynek a kábelét egy már meglévő kábelkötekhez hozzárögzítem biztosan, nagyon fontos. A motortérben semmilyen lógó, laza, mozgó alkatrészt ne hagyjunk. Nem csak azért, mert hogy a motorhoz hozzáérhet, de úgy önmagában semmivel, hogy kidörzsölődhet és elkopat idővel. És ugye a motortér tele van fém, letestelt fém tárgyakkal. Ezért ezekhez bármelyikhez hozzáérhet, hogyha kidörzsölődött. Igazából szinte semmiben nem kerül és semmi ideig nem tart lerögzíteni rendesen ezeket a kábeleket. És végül eljutottunk ide az akkumulátor biztosíték tábla részhez a két nappali menetfényünknek a kábeleivel. A forrasztópálka már szépen melegszik, mivel itt is szükségünk lesz rá. De addig is, amíg bemelegszik, itt a biztosíték táblában keresnünk kell egy olyan áramkört, ami gyakorlatilag gyújtásáradásra aktiválódik, tehát normál esetben, mint most, hogy nincs gyújtás állapotban az autó, nincs is benne a kulcs, nincs rajta feszültség, viszont amikor rádjuk a gyújtást, mert el szeretnénk indítani az autót, akkor feszültség kerül rá,
Erre az egyik legjobb példa az üzemanyagpumpa. Mivel ebben az autóban már nekem volt korábban nappali menetfény, ezért tudom, hogy nekem ezt a ebben a kábelkötekben ezt a lila kábelt kell használnom. Ez az, ami szó szerint az üzemanyagpumpája. Gyújtásra áldás, akkor áram kerül rá. Úgyhogy mi erre most rákötünk egy relét, ami gyakorlatilag fölkapcsolja nekünk a nappali menetfényünket. Ha már egyébként reléről van szó, én ilyen relét használok 2 darabot. Ennek a bekötése úgy néz ki, hogy ez a két szélső az maga a behúzó tekercs. Tehát erre kapcsolunk polaritás szempontjából mindegy, hogy hogyan feszültséget, ettől fog kattanni a relé, ez fogja aktiválni a relénket. Itt van egy közös pont, és normál esetben ezzel a középső ponttal összekötetésben van, és mikor aktiváljuk a relét, akkor ez a pont ezzel a szélső ponttal lesz összekötetésben, és ezzel pedig a középső ponttal megszünteti az összekötetést, tehát ide bont, ide pedig zár a relé. És nagyon fontos, mivel nekünk a másik relé, ami ugyanilyen, ott a bontó érintkezőt fogjuk használni, mert az meg lekapcsolja majd nekünk a nappali menetfényünket, amikor magát a lámpát felkapcsoljuk. A másik ok, amiért ilyen reléket használok, az az, hogy ezekre a relékre forrasztás nélkül tudok rácsatlakoztatni ilyen csatlakozókat. Ez a 6,3 mm-es autós csúszósarú kábelvég, ki hogy nevezi. A forrasztás nélküli részt azt úgy értettem, hogy maga az a reléhez való hozzáforrasztás nélkül, mert egyébként ezeket én mindig leforrasztom, és rakok rájuk zsugorcsövet. Mert úgy biztos a kapcsolat, a kötés, és hogy ne érjen hozzá semmihez, mivel a szikszalagot a meleg az oldja egy kicsit, legalábbis rajt lévő ragasztót, és az idő. Na szóval akkor így néz ki megforrasztva, zsugorcsövet rá, egy kis meleg, és kész is. Na, a kábelezéssel többnyire megvagyok. Nagyjából azt nem vettem fel videóra, mert csak sarukat nyomkodtam a kábel végére és forrasztottam. Viszont most nagyjából elmutatom, hogy pontosan mit is csináltam. Elég rondán ezt a két relét felfogadtam ide akkumulátornak a kábelére. Erre majd később találkozom a megoldást. Valószínűleg valahol majd itt lesz biztosítéktábla felfogatására fogom felcsavarozni. De ez még nem biztos. A kábelek azok úgy néznek ki, hogy az akkumulátortól jön egy pozitív és egy negatív ezen a kábelen. Fixen az alsó reléhez, ami felkapcsol, ha gyújtást adunk az autóra, tehát ezt a relét az üzemanyagpumpa működteti, aminek a vezetékét itt be is húztam a biztosíték dobozba, rá is van kötve. Ugye a pozitív az az érintkezőre, a negatív pedig a tekercs másik felére, ahonnan a negatív tovább megy erre a relére, közvetlenül, tehát össze van kötve a két kábel egymással, és egyébként innen majd tovább fog menni a negatív fixen a távegységünkhöz, tehát a negatíva sehol nincs megszakítva. Viszont itt az akkumulátortól érkező fix pozitívot felkapcsolja a relé, és ezen a kábelen keresztül, ahol a negatív is, feljön ez a reléhez, a pozitív az érintkezőjéhez, a negatív a tekercshez. Ez viszont alaphelyzetben zárva van, tehát ez tovább engedi, szintén az előbb említett tápegységünkhöz majd, amit majd erre a kábelre teszek. Itt a tekercs másik felét, azt egy másik kábellal már be is kötöttem ide a helyzetjelzőhöz, tehát, hogyha a helyzetjelzőt felkapcsoljuk, és majd későbbiekben a lámpát a helyzetjelző után, akkor ez a relé meghúzott állapotban pontja az áramkörünket, tehát nem fog feszültség érkezni a tápegységünkre, tehát nem fog világítani a nappali menetfény, és ennek pillanatnyilag jelen jogszabályok szerint ilyennek kell lennie. A üzemanyagpumpás részt leszámítva ez a relé. Na és mivel hogy, és a többi, ez a tápegységünk nem teljesen vízálló, vagy inkább egyáltalán nem az, szemben olyan relékkel és a szép zsugorcsöves forrasztásokkal. Ezért ezzel valamit kezdeni kell, és én azt szoktam ilyenkor csinálni, hogy fogok egy ilyen kötődobozt. Nem is tudom mekkora. Nem túl nagy, nem túl kicsi. Igazából ennek más feladata nincsen, mint hogy ezt a tápegységet befogadja. És azért, hogy vizálóságát nagyjából megtartsa, úgy szoktam bekötni, hogy egy kicsi vágást, vagy mondhatjuk bökést ejtek ide, meg ide, és ide is, mivel hogy ebbe a dobozba fognak bejönni a nappali menetfények kábelei is,
Tehát gyakorlatilag most arra már csak három kábelünk van. És így, mivel hogy nem vágtam rá lyukat, vagy nem furtam rá lyukat, ezért ezen át kell passzírozni a kábelünket, és ahogyan a műanyagnak ruganyossága körbefogja a kábelt, úgy biztosít egy bizonyos mértékű tömítést, nem a legjobb, de a semminél még ez is jobb. És mivel ezeket egy oldalra tettem, és valahogyan így fogom felrögzíteni, hogy alul legyen, ezért még a gravitáció is úgymond segít nekünk, hogy azért víz ne nagyon juthasson be ebbe a dobozba. És így is néz ki a kézbekötésünk. Most már csak ráakasztom a kábel végét az akkumulátorra, és nincs más dolgom, mint ráadni a gyújtást, megnézni felkapcsol-e, felkapcsolni a lámpát, megnézni lekapcsol-e, illetve még ezek előtt beállítani pontosan a feszültséget egy műszerrel és a csavarhúzóval ezen a többfordulatú portméterem, amit most meg is fogok tenni. Viszont most elmondanám azt a kis tényt, hogy mivel üzemanyagpumpa relére kötöttem rá, ezért állomotornál csak kis ideig fog világítani a nappali menetfényünk, mivel le fog kapcsolni, mivel nincs szükség üzemanyagra állomotornál. Ezért most járni fog a motor, miközben beállítom a nappali menetfénynek a fényerejét. Most van a feszültség körülbelül 2,9 volton ledenként. Így pedig 2,95-ön. Igaz, ez kamerán keresztül nem nagyon látszik, de majd sötétben jobb lesz az eredmény, illetve kicsit lemenő napnál, kicsit sötétebb időszakban, nyilván sötétben nem használható. Illetve a jó kérdés, hogy távolról, normál közlekedési körülmények között mennyire látható. Az autó most van körülbelül 100 méterre tőlem, és még így is nagyszerűen látszik a nappali menetfény. Úgyhogy ezekkel a képsorokkal búcsúznék tőletek. Ha tetszett a videó, nyomjatok egy lájkot, illetve ha bármi kérdésetek van, tegyétek fel kommentben vagy a Facebook oldalamon, link a leírásban, és iratkozzatok fel! Addig is, sziasztok!